Esti gyors. És még mindig maradunk Mészáros Lőrincnél, illetve a NER körnél. Az MSZP leadott egy három kérdésből álló népszavazási kezdeményezést az Országos Nemzeti Választási Irodában. Itt van velünk Kunhalmi Ágnes, a Szocialisták Választmányi Elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nem késtek el egy picit ezzel a kérdőivel, illetve ezzel a népszavazási kezdeményezéssel, hiszen már alig maradt a Balatonban szabadon hozzáférhető strand? De még maradt. Tehát igaz az, hogy például az északi parton tényleg már csak 2-3 szabad strand van, és tele van NER oligarchák által elkezdett, félbehagyott, vagy már majdnem kész építkezésekkel, de a déli parton még vannak szabad strandok, már Keszthelyen is mozzárta be idén az utolsó szabad strandot a fideszes önkormányzat, pedig a választások alatt azt ígérték, hogy megtartják az embereknek. Tehát eléggé aggasztó, pontosan azért léptünk most, és hirtelen gyorsan, aláírásgyűjtéssel, majd a népszavazási kezdeményezéssel, hogy megállítsuk azt a folyamatot, ami 2016 után nagyon gyorsan felgyorsult, hiszen akkor változtatta meg a Fidesz a Balaton törvényt úgy, hogy lényegében, hát akadálymentesen tudja kisajátítani, és egyfajta csatatérré tette ezáltal a Balaton egész környékét az új burzsuázia jobboldali tőkésosztály. Mi az a három kérdés, amit az önök kezdeményezése tartalmaz? Az első az arra, attól is olvashatom, hogy egyetérte ön azzal, hogy a természetes tavak melletti köztulajdonban álló strandokra történő belépésért ne kelljen belépődíjat fizetni. Ugye arról szól, hogy ez a köztulajdonban lévő ingyenes szabad strandok maradjanak meg az embereknek. A második, hogy egyetérte ön azzal, hogy az országgyűlés a természetes tavak melletti köztulajdonban álló strandokra 2020. augusztus 01 napján fennálló állapotot képest építési és változtatási tilalmat rendeljen el. A harmadik ugyanez, hogy a természetes tavak melletti köztulajdonban álló strandokra elidegenítési és változtatási tilalmat rendeljen el. Hát nagyon bízunk abban, hogy a Nemzeti Választási Bizottság az megfelelőnek fogja ezeket a kérdéseket titulálni. 30 nap van egyébként az elbírálásra. Én nagyon aggasztónak látom, hogy abban, amiben közmegegyezés volt az elmúlt 100-150 évben, hogy kicsik és nagyok, szegények és gazdagok, kétkezi munkások, vagy éppen egyetemi tanárok, egy közös volt mindannyiunkban az, hogyha a Balatonban meg akart valaki fürödni, az megtehette. Nagyon-nagyon rossz az a folyamat, hogy lényegében primér piaci kapitalista érdekek és nyereség érdekek mozgatják a kisajátítást, amit a NER lovagok csinálnak, és ezt is csak, ahogy mondom, csak a NER lovagok jutnak hozzá. Tehát itt szembe állnak egyébként nem csak társadalom jelentős részével, hanem bizony szemben állnak azokkal a környezetvédőkkel is, akik szóltak, hogy nagyon durván fel fogja bomlasztani, vagy fel fogja borítani a Balatonnak például a természetes ökológiai egyensúlyát, az, hogyha itt bármikor nyakló nélkül ki lehet vágni a nádosokat, ki lehet vágni a fákat, bármikor fel lehet tölteni a vízpartot. Ugye és ez nem csak a Balatont érinti, hanem a Velencei tónál is megjelentek ezek az oligarchák, és minden olyan természetes tavunk, ahol ez a NER rendszer a turizmuson keresztül valamire ráteszi a markát, vagy megneszel egy kis pénz lehetőséget, onnan előbb-utóbb a helyi lakosok és a lakosság az ki fog lényegében szorulni. Mi meg azt mondjuk, hogy valamilyen összefogással, és örülök, hogy minden ellenzéki pártnak meglett nagyon gyorsan a maga Balaton projektje, ezt nagyon jó dolognak tartom, mert kell egy összefogás és ellenállás, hogy lényegében az az alanyi jog, ami az embereknek megvan, hogy a saját Magyarországon lévő természetes erőforrásaikhoz, ami ugye szűkösek, azt ne csak egy szűk elit tudja kisajátítani, hogy hozzáférhessen mindenki. Végezetül egy rövid technikai kérdés. Simán le tudták adni a Nemzeti Választási Irodánál a kérdőíveket. Igen, nem várták önöket ismeretlen kopaszok? Kopaszok, éppen mi is ezen mosolyogtunk, még a Nyakob Pista politikus társamnak mondtam is, hogy jöhetnél, mert mondom, hát ha találkozunk kopaszokkal, de bevengettek bennünket, és nem volt most semmilyen balhé. Én nagyon bízom abban, hogy nem politikai alapon fogják elbírálni a kérdéseinket. És aztán, ha átmenne valamelyik, vagy akár mindhárom, nagyon számítunk mindenkire. Kunhalmi Ágnes, köszönöm szépen. Én nagyon köszönöm, szép estét.